Nagyszeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson és fórumon, és örülök annak, hogy ilyen sokan érdeklődnek és segítenek a mai estén. Ez azt jelenti, azt jelzi, hogy mindenkinek számára fontos az a téma, ami a mai előadás és a mai fórum témája lesz. Hiszen én azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok egyetértenek azzal, hogy Magyarország jövőjét, ami hazánk jövőjét, ami saját jövőnket, gyermekeink, unokáink jövőjét nagyban meghatározza az, hogy hogyan tudjuk majd kezelni azt a kihívást, amelyet a migráns áradat jelent, amely Európába áramlik. Láthatóan a brüsszeli bürokraták a mi véleményünk szerint nem jól kezelik ezt a helyzetet, és Magyarország, aki igyekszik eleget tenni a kötelezettségeinek, többek között az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeinek, igyekszik megvédeni Európa és Magyarország határait, igyekszik megvédeni a magyar embereket, ezért cserébe csak támadásokat kap. És láthatjuk azt is, hogy mind az országon belül, mind pedig mondjuk az Európai Unióba delegált ellenzéki politikusok milyen nyilatkozatokat tesznek, miket mondanak, és próbálják elhitetni a magyar emberekkel, hogy rossz út az, amin a magyar kormány jár. Hallhatjuk ezeket a véleményeket brüsszeli politikusoktól is, nyugat-európai politikusoktól is. Ezért gondoltam azt, hogy fontos lenne, hogy segítsenek eligazodni nekünk a világban, segítsenek eligazodni nekünk abban, hogy jól látjuk-e azt, hogy a magyar kormány jó úton jár. És ezért kértem meg Nógrádi György urat, biztonságpolitikai szakértőt, hogy tiszteljen meg bennünket azzal, hogy eljön ma ide, tart egy előadást erről, és a előadása végén lehetőséget biztosít arra is, hogy a vendégek kérdezzenek. Én bízom abban, hogy ez a mai este mindannyiunk segítségére lesz, és mindannyiunkat megerősít abban, hogy jó úton járunk, ahhoz, hogy megvédhessük hazánkat, és megvédhessük Európát. Én meg is kérem a Györgyöt, hogy legyen kedves, tartsa meg az előadását. Köszönöm. Jó estét kívánok! Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Az ideút Budapestről nem volt egyszerű, egy ilyen laza 3 óra alatt jöttem. Olyan baromi meleg volt, hogy megittam 3 üveg vizet. Itt a képviselő úr elvitt vacsorázni, fantasztikus volt, ide 100 méterre, nem tudom az étterem nevét, nem akarok reklámot csinálni neki, körülbelül 3-szor akkora volt az adag, mint Pestem. Furcsán néztem az árakat, és néztem a Pestit, erről sem mondok véleményt, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy meghívtál ide és bemutattál. Én néhány dolgot hagyd mondjak el, és utána kezdeném az előadást. Abból indultunk ki, hogy tartok egy 35-40 perces bevezetőt arról, hogy néz ki a világ ma, mit jelent a migráns kérdés, és utána bárkinek bármilyen kérdése van, ami kül- vagy biztonságpolitika, illetve összefügg a migráns kérdéssel, én megpróbálom megválaszolni, zárójel. Megkérdeztelek téged, hogy van gyönyörű nyakkendőm a kocsiba, fölvegyem-e? A válasz az volt, hogy nem kell, de valaki nem hiszi el, a végén megmutatom. Könyv. Most jött ki 2-3 hete egy könyvem, és tavaly is írtam egy könyvet. Ha valaki kéri, a végén nagyon szívesen dedikálom. A tavalyi könyvek az a cím, hogy 40 év alatt a Föld körül. Jártam a világot, imádok utazni, sztorikat írtam le. Tehát benne elméletek nincsenek, sztorik vannak. 1000 példány vatták ki a könyvet, most 20-valahány ezernél tartok. Az 5. legsikeresebb az eladási listán, tehát meg vagyok elégedve. A második könyvem 7000 példányba jött ki pár nappal ezelőtt. Az eladási listán első héten a 2. helyre kerültem, kijött valami macskás könyv, nem tudom mi az, a lányom olvasta, a macska lehagyott, 2. héttől megvertem a macskát, tehát 1. helyen vagyok az eladásba. Ha bárki kéri, nagyon szívesen a végén dedikálom. A 40 év alattnak az ára, nem kell, 3000 forint, a bolti ára 10 forinttal olcsóbb. Én 2 ok miatt adom 10 forinttal többért, 1, nem tudok visszaadni 10 forintot. 2, mindig azt mondom, hogy az aláírásom sokat nem ér, de 10 forintot igen. A másik könyv az 3200, az elmélet. Leírom azt, hogy én a 2. világháború után hogyan láttam az akkori amerikai, szovjet, kínai, német politikát, jugoszláv politikát. Néhány szót magamról. Közgáz egyetemet végeztem, imádtam tanulni, abban az időben 2 kitörési lehetőség volt, a tanulás meg a sport. Én viszonylag jó voltam, asztali teniszből voltam, Budapest 2., 3., imádtam pingpongozni,
és imádtam tanulni. Az egyetemen havonta voltak politikai vetélkedők, akkor nem nyertem meg, ha nem voltam arra, rengeteg könyvet kaptam. Egyetem után doktoráltam, leírtam, apám megkért, hogy doktoráljak, mondtam, hogy ez egy akkora baromság, hogy ilyet nem csinálok. Szóval kívülről tudta, hogy ez a válaszom, ezért a Belkál tanszékről esagyuntus 5000-i megírja a doktorimat. Állj, 5000-i, én is megírom. Nem megyek részletekbe, megírtam, megvédtem. Nagyon csúnya volt, mert bementem az egyetemre, hogy doktorálni szeretnék. Mondták, hogy ne vizsgáljak, 4 nap van hátra. Tehát otthon van a doktorim, behozom. Hát 2 nap alatt megírtam, 1 nap alatt dupla pénzé bekötötték, leadtam, megvédtem, megkaptam a pénzt. Ilyen sztorikat írtam le a könyvemben, meg rengeteg külföldi élményt. Utána végeztem történelmet, utána kandidáltam. 97-ben megvédtem a professzorit, közben Hamburgban elvégeztem a Német Vezérkari Akadémia egy kurzusát. Évekig kijártam Németországba tanítani, imádtam, kimaradni soha nem akartam. Baromi jól érzem magam itthon, van egy darab feleségem, ez úgy többé-kevésbé szokványos, és egy darab 32 éves lányom. A következővel kezdeném. A mai világot, és ettől kezdve ez elég komoly, a mai világot meghatározza, hogy 3 globális játékos van. A helyi tévék kértőlem egy interjút 5 perccel ezelőtt Európáról. És én azzal kezdtem, hogy Európa már nagyon régóta nem globális játékos. Úgy csinálunk, mintha azok lennénk, de nem vagyunk azok. Az egyes számú globális játékost, nem iszom többet, visszafele, jó, nem nyúlok többet hozzá. Az egyes számú globális játékost úgy hívjuk, hogy USA. Én néhány dolgot hagy mondjak előre az USA-ról. Köszönöm szépen. Egy. Az Egyesült Államokban néhány éve az újszülött gyereket többsége színes bőrű. Fehér kisebbség születik. Tehát én fölhívnám főleg az itt ülő fiatalabbak figyelmét, hogy pár év múlva az USA-ban színes bőrű többség lesz. Alapvetően meg fog változni a világ, hogy ki kivel milyen politikai kompromisszumot köt. Spanyolajkúak, elnézést kérek, ázsiaiak és afroamerikaiak, magyarul feketék. Obama nem egy kivétel, ő az első színes bőrű elnök, de a jövőbe ezzel számolni kell. Zárójel, az Egyesült Államok nem úgy fejlődik, ahogy gondolták. A világ meghatározó hatalma, lehet szeretni az amerikaiakat, lehet nem szeretni. De az USA nélkül ma nincs kutatásfejlesztés, nincs hadipar, nincs műholdas hírszerzés, és nagyon sok egyéb. Erről is szeretnék majd néhány dolgot elmondani, egy picit érthetőbb legyen. Következő. A mostani választási harcba 2 számomra alkalmatlan elnökjelölt vívta élet halálharcát. A demokraták részéről 68 éves Hillary Clinton, a republikánusok részéről 69 éves Trump. Magyarország számára Trump sokkal kedvezőbb, mert Hillary Clintonnak rengeteg ötlete lett volna, nagyon sok országgal kapcsolatban, ebből az egyik Magyarország lett volna. Zárójel. A világ nagykövetségei hazajelentették, hogy 90% hogy Hillary Clinton győz. Én jelezni szeretném, hogy a tavalyi évnek 2 óriási mellénézése volt a szakértők részéről. Az egyik az amerikai választás, a másik a Brexit. Én a Brexitről néhány mondatot majd Európa kapcsán szeretnék elmondani. Amerikai választás. Mit jelent Trump győzelme? Hogy az átlag amerikainak elege volt a fősodorból. Elege volt a Bushokból, elege volt a Clintonokból és nagyon sok egyébből. Trump ezzel tudott nyerni. Alkalmas elnöknek? Hát az első 100 nap elég felemás döntéseket mutat. Ha kérdéseket kapok, én nagyon szívesen elmondom mindazt, amit a jelenlegi helyzetben róla lehet tudni. Mit kell tudnom Clintonról? 1. Nem hajlandó tudomásul venni a vereséget. Én nem tudom, mennyire figyelték, biztos volt benne, hogy győz, ezért bejelentette, hogy Trump ki fog menni az utcára és ellene tüntet. Nem. Ő ment ki az utcára, és a demokraták tüntettek Trumppal szembe. 2. Tegnap létrehozott egy új pártot. Hát én nem tudom, hogy neki 73 évesen lesz esélye arra, hogy elnök legyen. Szerintem nem. És én nem akarok morális dolgokba belemenni, nyilván rendkívül zavarta, hogy férje 8 éves időszakába csak azzal nem feküdt le a Clinton, aki nem járt a Fehérház környékén.
De ez még nem teszi alkalmasnak arra, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Én mindig elmondom azt, hogy nagyon sok mindennel lehet vitázni, de neki nem volt meg az erkölcsi alapja ahhoz, hogy azt mondja, hogy micsoda ember a Trump, hiszen neki volt egy szépség királynő szeretője. Hát én ezen elég sokat gondolkodtam, és ugye a következő jutott eszembe egy. Minden férfi erre vágyik. Bocsi. Akinek itt a felesége, az nem, mert ő boldogan él, de akinek 5 méterrel arrébb van a neje, az már erre vágyik. 2. Lehet, hogy bárki más elmondhatja ezt a kritikát. De az a Hillary Clinton, akinek a férje Clinton amerikai elnök volt, ő nem. Következő. Azt mondta Hillary, hogy a fehér ostoba középosztály Trumpra szavazott. Lehet. De akkor a színes bőrű ostoba középosztály ő rá szavazott. Tehát szeretném elmondani, hogy semmi nem fehér-fekete. USA. Muszáj tudnom az USA-ról néhány dolgot. 1. Összeállt az angol száz országokkal. Nem merek a térkép közelébe menni, így mondom. Kanada, USA, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, és ez az 5 angol száz hatalom, úgy hívják őket, hogy 5 szem szőröstől, bőröstől lehallgatja a világot. Még egyszer, a világot. Én jelezni szeretném, és abban maradtam képviselő úrral, hogy a végén bárki bármit kérdezhet, hogy a német kancellár Merkel összeomlott, amikor kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatják. Erre Obama megígérte, hogy nem hallgatják le tovább. Hogy ne hallgatták volna le? Hát ilyen zicsert nem lehet kiadni. Mit mondott a CIA főnöke? A lehallgatásról nem kötünk megállapodást, mert mi egyszerűen jobbak vagyunk. Teljesen igaza volt. Következő megjegyzés. Mit mondanak az amerikaiak? Azért hallgatjuk le a világot, hogy a terror ellen föl tudjunk lépni. Mi a probléma? Hogy ebből egy szó nem igaz. A lehallgatás 90%-a egyszerű gazdasági hírszerzés. Zárójel. Ha én amerikai elnök lennék, én ugyanezt csinálnám. Csak én európai állampolgár vagyok, tehát teljesen más a pozícióm. Egy megjegyzése ez. Mit kérnek az amerikaiak? Hogy sokkal többet költsünk katonai kiadásra. Megállok. A 90-es évek NATO-jába, ami a mainál egy sokkal kisebb NATO volt, Európa adta a NATO katonai kiadás 50%-át, most Kanadát hagyjuk, az USA adta a másik 50-et. Jelenleg egyedül az USA adja a katonai kiadás 74%-át. Mit mond az USA? Hogy mindenki költsön a GDP-ből 2%-ot fegyverre. Oké, mi a probléma? Hol van modern fegyver? Az USA-ban. Van még néhány hadipar a németeknél, a franciáknál, a briteknél, de gyakorlatilag a hadipar ma amerikai monopólium. Zárójelbe jegyzem meg, ha esetleg más térségekre kérdeznek, jelenleg a világon a leggyorsabban Szaúd-Arábia fegyverkezik. Mert fél Irántól. Ez egy teljesen más téma, én vázlatot mondok, és önök kérdeznek utána. Mi a következő, amit az USA-ról tudnom kell? Az Egyesült Államok Obama elnöksége idején abból indult ki, hogy számára egy ellenség van, ezt úgy hívjuk, hogy Kína. Ezért az amerikai, a föld elvileg gömbölyű légierő és haditengerészet 70%-át átcsoportosították a csendes óceán térségébe. Új helyzet van. Európa baromi fontos. Én 3 nagy konfliktust várok a jövő Európájába. De a világpolitika fő színpada a csendes óceáni térség lesz. Ezt is jó lenne egyszer megérteni. Megyek tovább. Abban a percben, hogy elkezdődött az orosz-ukrán konfliktus, és rendkívül érdekesen kezdődött el, az USA azt mondta, hogy 3 újabb prioritása van. A közel-keleti belső gyűrű, a Közép-Kelet, mondom magyarul Irán, és Európa. De Európa alatt az USA az orosz-ukrán konfliktust értette. Oroszország kapcsán próbálok erről majd néhány szót mondani. Migránsok. Csak USA oldalról veszem. Jelenleg a migránsok a Földön 4 helyre szeretnének elmenni. És onnan indítanék, hogy amióta emberi történelemben mindig voltak migránsok. A probléma ott kezdődött, hogy az elmúlt években, minden évben a migránsok száma a 4-szeresére növekedett, és ettől kezdve a helyzet kezelhetetlenné vált. Európa kapcsán szeretnék rátérni. Migránsok USA. Jelezni szeretném, hogy Obama az éves kvótát megemelte 100 000 főre.
A Trump visszavitte. Jelezni szeretném, hogy az USA-ba belépni mindent lehet feketén. Elvileg rendkívül nehéz, mert a mexikói határon tűzparancs van kiadva. Erről sem szoktunk beszélni. Több ezer kilométer kőfal van, kerítések vannak, stb. Magyarország Európában ötödiknek épített kerítést. Az első négynél senki egy szót nem szólt. Amikor Magyarország kerítést épített, fél Európa nekünk jött. Két személyes megjegyzés. Egy. Én jelezni szeretném, hogy bármit mond a magyar miniszterelnök, Európa egy része neki megy, majd néhány hét múlva megcsinálja azt, amit Orbán Viktor mondott. Kettő. Én a magyar sajtóban rendkívül népszerű voltam addig, amíg 9 nappal előbb, mint a magyar kormány, ki nem mondtam, hogy kerítést kell építeni. Ettől kezdve bármit mondok, 4 újság nekem jön. Én már reggelente nézem, hogy mi a franc van, nem jönnek rólam rosszat, valószínűleg beteget, tehát nem tudom, hogy mi van velük, de ezek nagyon érdekes dolgok. USA. Az USA-ba bemenő migránsok döntő része úgy mehet be, hogy a kvóta alapján közép vagy dél-amerikai. Pont. Nagyon örülnék, ha ezekről kérdeznének. Nagyon nagyot ugrok. A világ második meghatározó hatalma Kína. Amit a magyar miniszterelnök mondott az elmúlt napokban Kínába, abban teljesen igaza volt. Én 6-szor voltam eddig Kínába, 1-szer voltam Tajvanon, a föld nagy részét bejártam, boldog vagyok, bárhova utazom, jól érzem magam. Mit kell tudnom Kínáról? 1. Messze le van maradva az USA mögött. 2. Ami létezik, azt hírszerzéssel megszerzi. A kínai gazdasági hírszerzés kiváló. Nekem rendkívül érdekes, amikor X évente előjön, hogy USA megdöbben azon, hogy egy kínai atomtudós az egyik amerikai atomközpontban dolgozott, és rájöttek, hogy kínai kém. Én mindig azt mondom, hogy a francban nem jöttek rá, hogy az összes többi is kém. Hát teljesen más, hogy állnak hozzá, más a logikájuk az egész világ menetéhez. Következő megjegyzés. Kína abból indul ki, hogy én, mint Kína, elfogadom a szárazföldi határaimat. De én, mint Kína, egyetlen tengeri határomat sem fogadok el. Zárójel. A térségbe senki nem fogadja el a tengeri határait, nem csak Kína. Én javasolok néhány könyvet, főleg, ha valaki fiatal, egyetemista, stb. Megjelent kb. 2 éve magyarul Henry Kissinger könyve, az a cím, hogy Kínáról. Zseniális a könyv. 500 év kínai történelmét elemzi. Nagyon jól. Majd ajánlok még néhány könyvet, ha esetleg valakit érdekel. Kína egyetlen országgal nem rendezte a határát, ez India. 62-ben volt egy háború köztük, jelenleg a viszony rendezett. Ezt is szeretném elmondani. Mik a kínai dilemák? Kína tavalyi 2 kérdést tett föl, idén 3-at. Tavalyi a következő 2 kérdést tette föl. 1. Mi a célom? Háború vagy béke? A kínai válasz. Nekem addig béke kell, amíg a hadseregemet átfegyverzem. Én itt rögtön jelzem, hogy a II. Világháború vége óta ezen a földön még békés nap nem volt. Ahogy elnézem a történelmet, nem is lesz. Jelzem, hogy jelenleg a földön napi 20-tól 22 háború folyik. Megkérdezték tőlem a tévébe, hogy lesz-e világháború. Hát én azt mondtam, mi a definíciója a világháborúnak? Ha az, hogy egymást lőjük atomfegyverekkel, akkor ilyen helyzet van, nincs, mert meg semmisül a föld. Ha az a definíció, hogy mindenütt harcok vannak, akkor van. De ezek nagyon nehéz kérdések. Kína. Mi a kínai dilema? Az egyik az, hogy addig kell béke, amíg átfegyverzem a hadseregem. Mi a második kínai dilema? Mi akarok lenni? Dél-Kelet-Ázsia regionális vezetője, vagy pedig globális játékos. A kínai válasz, hogy én globális játékos akarok lenni. Iszonyú érdekes. Egy nagyon szemét megjegyzésem, hogy lenne. Nekem barom érdekes, hogy talán hallottak róla, hogy Szomáliánál kalózok gyakorolták a hatalmat. Oké. Okay. Mindenki oda küldte a flottáját, hogy biztosítsuk a helyzetet. Erre a kalózok azt mondták, hogy abba adják a kalózkodást, ha megkaphatják a vámot. Tehát ők lehetnek, akik ellenőrzik a vámot. Hihetetlen volt. Zárójelben jegyzem meg, hogy aki könyvelt a szomáliaiaknak, az Harvardot végzett. Ezt csak jelzem. És közölt az, hogy sokkal többet keres, hogy itt könyvel, mint ha bármelyik világcégnél dolgozna. Oda ment az európai flotta. Elfogtunk kalózt. Átvittük Hamburgba, elítéltük börtön.
Oda ment az amerikai flotta, elfogtak embert, elvitték Kaliforniába börtön. A kínaiak, akit elfogtak a helyszínen, nagyon lőtték. Pont. Nem megyek bele, hogy ez jó vagy nem jó. Én a tényt szeretném mondani. Kína. Kína azt mondja, hogy három dologról nem tűr vitát. Egy. Nem tűr vitát a kínai államhatárokról. Mondom magyarul. Tibet. Én nem tudom, ki állt önök közül Tibetbe, én voltam, csodálatosan szép. Mi a kínai logika? Egy, Tibetben ma már tibeti kisebbség van, mert telebit rakták kínaiakkal. Kettő, van egy értéke Tibetnek, amit nem szoktak kimondani. Tibet alatt van a kínai édesvízkészlet egy harmada. Ma a világon a víz legalább olyan komoly fegyver, mint a katonai erő. Kína erről nem fog lemondani. Nem beszélek arról, hogy Kína északnyugati csücskébe muzulmánok élnek, úgy hívják, hogy ujgurok. Jelzem, az ujgur területeket is telerakták kínaiakkal. Mi a második kínai szentség? Hogy egyesülni fogok Tajvannal. Mikor? Nem tudom. Hogyan? Nem tudom. De hogy egyesülni fog, ezt megkérdette. És a harmadik, hogy nem tűri, hogy a kínai politikát, katonapolitikát bírálják. A harmadik kínai elv, ami idén jött elő és új, az a következő. Elfogadható-e Kína számára a ma fennálló nemzetközi rendszer? A kínai válasz, hogy nem, mert a számomra hátrányos. Jelezni szeretném, hogy a világ valuta tartalékának egyharmada Kínában van, és nem tudják, hogy mit csináljanak vele. Jelezni szeretném, hogy a Bank of China térségi igazgatója hozzátartozik teljes Közép-Európa, Kelet-Európa, Pesten van, úgy hívják, hogy Cseng, kb. 3 éve van itt, 15 éve vagyunk barátok. Nem láttam még embert, akinek olyan rossz hangja lett volna, mint nekem, neki is hasonló. Pekingbe jártunk karaoke klubokba énekelni, ember nem bírta ki, de tényleg jó barátok vagyunk. Jelezni szeretném, hogy pár évvel ezelőtt a yuan 28 forint volt, ma 42. Tehát aki a világon yuant vett, az 50%-ot nyert. És jelezni szeretném, hogy a kínai elv ma az, hogy a yuan legyen világpénz. Meg tudják csinálni? Pár év múlva meglátjuk. És mondok valamit, amiről tilos beszélni, ez pedig a következő. Mit kezdjek Szibériával? Szibéria ősi kínai terület, mielőtt félreértés lenne. A cárok vették el Kínától. Mit csinál Kína? Egy szót nem mond, cserébe, idézőjelbe kínai önkéntesek átmennek, és berendezkednek Szibériába. Ma már a zöldség gyümölcs közel 50%-át ők adják. Egy szót nem szólnak, az én logikámmal akkor fogják visszakövetelni a területet, amikor Putyin után egy gyenge orosz vezető fog jönni. A kínaiak máshogy gondolkodnak hosszú távon. A Vatikán is így gondolkodik. Ennyit Kínáról. Csodálatos szép az ország, pont. Én egy élményemet, hogy mondjak el, a könyvben benne van. Életemben először mentem Pekingbe, kormányszálláson laktam. Hát aki valaha kormányszálláson lakott, tudja, hogy a WC-ben is lehallgató készülék van mindenütt a világon, tehát nem csak Kínában. És jöttek oda hozzám első este, hogy milyen nőt kérek. Nézzék, az, hogy nős vagyok, az soha nem zavart. Az, hogy egyetemi tanáros se, de hát néhány olyan magyar cégnek vagyok a főnök, hogy én nem kérek nőt. Másnap este jöttek, hogy kérek-e nőt. Hát ezt tegnap megbeszéltük. Harmadik este jöttek, hogy jó, tudják, hogy nő nem kell. Kell-e éjszakára egy kisfiú? Elmondtam, ez egy teljesen új gondolat, ezzel eddig nem foglalkoztam, ha lehetne a kisfiút kihagynám. Hazajöttem Pestre, és mondtam a nejemnek, hogy ettől kezdve minden útra velem jössz, és akkor ez nincs. Na, kimentünk Kínába, szállodába kértem egy csajt masszírozni. Én imádom, ha masszíroznak, ez is benne van a könyvben. Jön a csaj, én levetkőztem, meglát a csaj, és elkezd sikongani. Végignéztem magam, mondom, baromi jól nézek ki, mi a baja. Kiderült, hogy Kínába ruhában masszíroznak, de én addigra már mesztelen voltam. Mindegy. A csaj egy kék lepelbe jött, rám ült, megfogta a kezem és rátette a combjára. Hát bennem az volt, hogy ha megmozdulok, megdöglök. Ha nem mozdulok meg, akkor is megdöglök, tehát ezek jó perspektívák. Mondtam néhány hülye haveromnak, azt mondták, elmondjuk a nejednek, hanem nyugodtan el lehet mondani, a nejemet 20 centivel arrébb egy pali masszírozta. Bármire válaszolok utána, tehát politika. A harmadik hatalom ma a világban Oroszország.
USA-tól messze le van maradva Kína. Kínától messze le van maradva Oroszország. Én jelezni szeretném, hogy Oroszországnak két stratégiai értéke van. Az egyik a kőolaj, földgáz, a másik az orosz fegyveres erők. És néhány megjegyzésem hagy legyen. Én nem megyek bele, hogy kezdődött el az orosz-ukrán konfliktus. Csak pontokat mondok. Egy. Ukrajna történelme, amióta létrejött, 91 óta sikertelen. Én azzal kezdtem az előadást, hogy én három nagy konfliktust várok Európába. Az egyik a migráció, erről majd beszélünk. A másik, hogy én 10-15 éven belül várom Nagy Albánia létrejöttét. Albániából, Koszovóból, Macedónia egy jelentős részéből, Bosznia-Hercegovinai részéből és a szerbiai szandzsákból. Ettől kezdve új európai biztonsági helyzet lesz, amire Európa jó szokása szerint nincs fölkészülve. És a harmadik dilemma, amit én látok, az az, hogy bármelyik pillanatban megindulhat több millió fehér, keresztény, ukrán gazdasági menekült Európa felé. Európa erre sincs fölkészülve. Jelzem, az ukránok 91 óta keresik, hogy ki az ellenségük. Jó ideig úgy nézett ki, hogy ezek mi leszünk. Megtalálták most az ellenséget az oroszokba. Megjegyzések. Amikor az amerikaiak azt mondták, hogy föl kell lépni az oroszokkal szembe, Európa megosztottá vált. A brittek, a skandinávok, a három balti ország, a lengyelek és részint a románok azt mondták, hogy föllépünk. A németek, a franciák, az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a magyarok azt mondták, hogy politikai megoldás kell. Normandiai négyek, Minszki megállapodás, ezeket ismerik. Ha kérdeznek, bármire válaszolok. Megjegyzés 1. Jelenleg Oroszország 83-szor nagyobb, mint Ukrajna. Nem tudom, miről beszélünk. 2. Jelezni szeretném, hogy azt mondta egy NATO tábornok pár éve, hogy ha az oroszok akarják, holnap Kijevbe reggeliznek. Pont. Ettől kezdve én boldogan beszélgetek, csak miről beszéljünk. Jelezni szeretném, hogy az amerikai kérést, hogy 2%-ot költsünk a GDP-ből fegyverekre, a britek teljesítették, az észtek. Az észtek most építenek kerítést Oroszország felé, mert a szájákkal kitör a háború, az ész hadsereg föltartja az oroszokat. Erről nem újtok véleményt mondani. És a görögök teljesítették a 2%-ot, de a görögök a törökök ellen fegyverkeznek. Törökországról majd szeretnék beszélni, és ha rászánnak 3-4 ezer forintot, a törökök eddigi miniszterelnöke megírta a memoárját, a világ egyik legjobb könyve, 5 oldalnál nem tudnak többet olvasni, úgy hívják, hogy a török Kissinger, Davutoglu. A könyv címe Stratégiai mélység. Fantasztikus elemzés. Tehát ha tehetik, vegyék meg, hihetetlen jó a könyv, majd Törökország kapcsán lopok tőle néhány gondolatot. Tehát itt tartok jelenleg orosz-ukrán relációba. Pont. Mindenki azt várja, hogy Trump hogyan fog változtatni. Trump első 100 napja elég össze-vissza, tehát nehéz azt mondani, hogy ez lesz a külpolitika főiránya. Európa is migránsok. Nem én vagyok, én némára tettem. Európa és a migránsok. Onnan indítottam, hogy évente 4-szer annyi ember indul el. Megállok. A migránsok 4 helyre szeretnének elmenni a Földön. Mind a 4-ben jólét van. Ez rengeteg problémát vett föl, és én néhány szót hagyjak. 1. A migráns ugyanolyan ember, mint mi. 2. Nyugat-Európa jólétének jelentős része a gyarmatosításból van. Mi nem gyarmatosítottunk. Tessék szeslenni egyszer egy belgával, nem egy kiment magyarral, egy belgával arról beszélni, hogy mit csináltak Belga Kongóval. Tessék egyszer a franciákkal arról beszélni, hogy mit csináltak az algériai 54-62 8 éves függetlenségi háborúba. Nagyon sok minden van, tehát nem akarok részletekbe menni. A migránsok 4 helyre szeretnének elmenni. 1. Ausztrália. Mi az ausztrál válasz? Haditengerészettel körbevettük a kontinenst. Ha hajó jön, elfogjuk, adunk nekik vizet, élelmiszert, üzemanyagot, és pénzt a kapitánynak, hogy vigye az embereket tovább. Az ausztrálok azt mondták, hogy csináljuk ezt meg mi is. Én nagyon szívesen válaszolok az olasz helyzetre bármire, de én egy bevezetőt tartok, és önök utána kérdeznek. Az ausztrálok kijelöltek egy szigetet Ausztráliától északra, ahova leteszik a migránsokat.
Erre azt mondta elég sok nemzetközi szervezet, hogy ez micsoda dolog, nagyon nehéz ott az élet. Az ausztrál válasz az volt, hogy mi nem hívtuk ide őket. Pont. A második szupergazdag térség a Perzsa Arab-öböl. Én egy évvel ezelőtt végigjártam a térség minden országát. Hihetetlen érdekes volt. Egy. Politikai menekült ezt a kifejezést nem értik. Én megpróbáltam elmagyarázni, figyeljek ide, napi 10-től 12 óra munka, bárki jöhet ide, politikai menekülti státusz nincs. Kettő. Dubajban a sofőröm egy pakisztáni fiú volt, aki elmondta azt, hogy a nagyapja jött ide. Soha nem lehet valaki Dubajban állampolgár. Őneki pakisztáni útlevele van úgy, hogy soha életében nem járt Pakisztánba. Hihetetlen érdekes. Boldogan válaszolok bármilyen kérdésre. Egyetlen ország van a térségben, ahol egy valaki külföldi állampolgárságot kaphat, ez Omán. Omán szupergazdag. Ugye az a mondja, a muzulmán világban bárkinek lehet 4 felesége. Erről most nem vajtok vitát nyitni, nem tudom. Tehát néha az az érzés, ami az egy feleség is egyet több, mint kéne, de nem akarok hülyeskedni. Hogyan lehet Ománba valakiből ománi állampolgár? Egy, az ományiak szeretettel vesznek el orosz-ukrán szőke jó kiállású hölgyeket. 3 feltétellel lehet valaki állampolgár. Egy, 15 éve ott él. Tökéletesen ír-olvas beszél arabul. 3, áttért a muzulmán hitre. Most tessék elképzelni, ha Európa bármely országa ezt megcsinálná, milyen botrány lenne. Jelezni szeretném. Mindig elmondom, ez egyik magyar miniszter, nagyon szeretem, nem mondom meg a nevét, leült egy illetékes amerikaival, és azt mondta, az Európába jövő migránsok döntő része szunita, a Perzsa-öböl államai szuniták. Miért nem mennek a szuniták a szunita országokba? Az amerikai, aki bűbájos volt, de hát nem volt külpolitikai szakértő, azt mondta, nyilván azért, mert abban a térségben nincs elég demokrácia. Hát én úgy gondolkodtam, hogy engem fölkértek volna, és csak néhány napot adnak, és pár ezer dollárt. Én 5 jobb érvet mondtam volna, de ez a maszek véleményem, tehát én nem akarom most kicikizni őket. A harmadik térség, ahova szeretnének elmenni, ez az USA. Európából az USA-ba átmenni, vagy Afrikából egy óceán választja el, gyakorlatilag lehetetlen. Vannak kivételek, tudom, hogy át lehet szokni a határon, de normálisan egy menekült nem tud oda menni. A negyedik célterület Európa, és itt meg kell állni. Mi az európai dilemma? És itt értsék meg jól a német álláspontot, mert megfordult. 12 éve kancellár Angela Merkel. Én azt mondtam egy tévéműsorban, hogy én nagyon szerettem Merkelt, mire írt egy pali, hogy ő eddig engem nagyon tisztelt és szeretett, most, hogy azt mondtam, hogy szeretem Merkelt, soha többet nem ír nekem. Mondtam, jó van, egy hülyével kevesebb, így is kapok napi 30-40 e-mailt. A mai e-mailemet bemutattam a titkárnőmnek. Írt egy pali, hogy 19 éve látott egy lány, nem tudja a nevét, keressen meg neki, mert tetszik. Na most mondtam, hogy én vagyok a hülye, visszaírtam, hogy hát nem tudom, hogy kiről van szó, meg elég sok minden foglalkozom, ilyen házasság közvetítés, az még nincs benne. Európa. Kezdjük ott, hogy 6 évvel ezelőtt volt az arab tavasz. Én jelezni szeretném. Ahhoz, hogy valaki boldogan néhen szelektív memória kell. Ha valaki emlékszik, hogy ki mikor mit mondott, vége mindennek. Ugye 8 évvel ezelőtt Hillary Clinton azt mondta, hogy ő nem akar külügyminiszter lenni, ő alelnök akar lenni, hogyha Obamát megölik, hagy legyen ő az elnök. Erről is lehetne egy előadást tartani. Arab tavasz. A nyugati szakértők leírták, hogy az arab tavasz azt jelenti, hogy győz mindenütt a nyugati értékeken álló, alapuló demokrácia. Az én kérdésem az, hogy mi a fenétől győzne, hát más az alaphelyzet. Hát a társadalmi alapok nincsenek meg. Egy személyes élményt hagyjak el. Az amerikai merénylet 9-11 után csöng a telefonom, hív az USA követség. És közölték velem, hogy a világ 15 legjobb szakértőjét meghívják Brüsszelbe, találkozunk az amerikai képviselőházak, CIA, külügy, Pentagon képviselőivel. Mondtam, hogy értsenek meg valamit. Én soha életemben nem voltam szerény. De én nem vagyok a világ 15 legjobb szakértőjében. De benne vagyok. Nem. De. Kimentem. 15-en ültünk az asztal egyik oldalán, túloldalán az amerikaiak. Következő kérdést tették föl. Mi, mint USA?
Szeretnénk a muzulmán világot demokratizálni, csók. Az arab világ Marokkótól az irak-iráni határig terjed. A muzulmán világ Marokkótól Indonézia keleti partjáig. Tessék szesen a térképet megnézni, ez egy óriási térség. 15-ből 15-án azt mondtuk, hogy ez lehetetlen. Az amerikai válasz az volt, köszönik a számláinkat, kifizetik, de ők megcsinálják. Mondtuk, hogy sok sikert kívánunk, sorrom, következmény Irak, Szíria, Líbia, Afganisztán, stb. Migránsok. Ha valaki jól tud németül vagy angolul, kb. 2 hónappal ezelőtt a CDU, tehát a Merkel pártjának az alapítványa, úgy hívják, hogy KAS, Konrad Adenauer Stiftung, magyarul Konrad Adenauer Alapítvány, kiadott egy 110-120 oldalas füzetet, hogy melyik térségben mi van a migránsokkal. Baromi jó az anyag, ingyenes, írjanak Pestre a KAS-nak, a hatyúházban vannak a szénatér sarkán, ingyen küldenek belőle. Mi ennek az anyagnak a lényege? Egy, a nyugati világ elöregedett. A világon a legmagasabb az átlag életkor Japánban. Leírták azt, hogy 60-valahányban a japán kormány bevezette, hogy aki 100 évet él, az kap egy gyönyörű ezüstselleget. Hát néhány ember volt akkor 100 év fölött. Ma több 10 000 van, ezért az ezüstsellegből lett egy pici ezüst pohár. Nem telik ennyire. De leírták azt, hogy évszázadokon át nem nőtt Afrika lakossága. Mert egy családban volt 8-10 gyerek, maximum 2 maradt életben, a többi meghalt, mire fölnőtt volna. A jelenlegi egészségügyi helyzetben sokkal több maradt életben. Ezt Afrika nem tudja ellátni. A világon a leggyorsabb a növekedés Nigerbe. Fogalmam nem volt róla. Tehát amiket most mondok, lopom az anyagból. És mit írnak? Hogy ez a növekedés belátható ideig tartani fog. Ettől kezdve jönnek a koncepciók, hogy ezt ki hogy akarja kivédeni. Mielőtt rátérnék, hogy a migránsok hogy jönnek Európába, egy-két mondat. Mi volt az európai dilemma? A németek abból indultak ki, hogy nekem németül úgy mondjuk, hogy Gastarbeiter, vendégmunkás kell. Mennyi? Évi 500 000 fő. Hogy csinálták ezt eddig? Évtizedeken keresztül a német konszernek és a német állam képviselői elmentek Európa szegény részeibe, görögökhöz, mit tudom én, volt Jugoszláviában, Olaszország déli része, Portugália, és azt mondták, nekem ezekből a szakmákból kell ember, nekem ezekből a diplomásokból kell ember. Fiatal legyen, lehetőleg tudja a nyelvet, ha nem, majd megtanul. Elképesztő érdekes szituációk voltak. Én jelezni szeretném, hogy Merkel azt mondta, hogy 3 sikeres integrációt hajtott végre. 1. Integrálta 17 millió kelet-németet. Nem igaz. Integrálta a Szovjetunióból bejött németeket. A döntő részük hamis papírokkal jött, soha nem volt német, és integrálta az ott élő 3-tól 4 millió törököt. Erre egyetlen megjegyzésem hagyján. 1 évvel ezelőtt a német parlament, a Bundestag elítélte a 101 évvel korábbi török népirtást az örményekkel szemben. Ha valakinek ez a szép irodalmi vonzata, vannak könyv, amit akkor erről írtak, a Muszadag 40 napja, valószínűleg jó páron olvasták. Hát Erdogan közölte, hogy 11 török származású német képviselő van, vegyenek tőlük vért, hogy török vér folyik-e bennük. Merkel azt mondta, hogy kérdezzük meg az itt élő törököket. És valamennyi török szervezet, még egyszer, nem egy, valamennyi török szervezet kiállt Erdogan mögött, Merkellel szembe. Ettől kezdve nem tudom, milyen integrációról beszélünk. 2. 10 évvel ezelőtt török és német összeházasodott, ma nem. 1000 muzulmánból ma egy hajlandó keresztény a házasságot kötni. Én jelezni szeretném, hogy én minden este a német tévét nézem, én német-oroszos voltam, felnőtt fejjel tanultam meg angolul. Hihetetlen érdekesek a német-török viták. Egyetlen egyet hagyj mondjak el, a németeknél van egy kancellária, miniszter Altmaier, nem tudom, hallottak-e róla, az Altmaier kiállt vitázni a német sportminiszterrel. Miért a sportminiszterrel? Mert ő nőtt föl Németországba, tehát jól tud németül. Azt ma Altmaier, maguk 100 000 embert kirúgtak eddig a hivatalokból. Mire azt mondja a sportminiszter, igen, de ez a hivatalnoki garnitúra 3%-a. Maguk hány embert rúgtak ki, amikor egyesültek az NDK-val? Mondom, ez a pali nem hülye. Én jelzem, a 172 000-es NDK néphadseregből kirúgtak,
A 172 ezerből 169 ezeret. 3000 tiszt helyettest vettek át. Az NDK külügyből senkit, az NDK titkos szolgálatokból logikus senkit. Tehát baromi érdekes a helyzet, én egyszerűen csak jelezni szeretném, még egyszer önök fognak kérdezni, mi volt a merkeli koncepció? Egy pillanatra megállok, mert nem tudom, fognak-e kérdezni Németországról. Én a 70-es, 80-as években 3 könyvet írtam a német fejlődésről. Nem ajánlom, mert egy darab nincs nekem otthon, van belőlük 1 vagy 2 példányom, tehát nincs. Egy. Németország első kancelláriát úgy hívjuk 49-63 közt, hogy dr. Konrad Adenauer. Nagyon csúnyán bukik meg, mert nem tud kijönni Kennedyvel, plusz egy fiatal honvédelmi miniszter, úgy hívják, hogy Franz Josef Strauss, éjjel szétverte Hamburgba a Spiegel székházát. 63-66 gazdasági csoda atya, professzor dr. Ludwig Erhard. Nem tud kijönni a franciákkal, amerikaiakkal megbukik. 66-69 Kurgaur Kiesinger nagy koalíciója, belebukik a csehszlovák válságba. 69-74 Willy Brandt. A Brandt belebukik, hogy kiderül, hogy a személyi titkár az NDK hírszerzés tisztje, ráadásul ő hozta neki a nőket. Ő baromi gyakorlatias volt a Brandt, a csaj felszállt a vonatra, következő megállóig szeretkeztek, majd ott leszállt. Pont. 74-ben megbukik, jön a talán legtehetségesebb német kancellár Helmut Schmidt. A liberális párt hátba szúrja, belebukik 83-ba. Én jelezni szeretném, hogy Schmidt minden könyvben megvan otthon. Ő volt az egyetlen, sajnos egy évben meghalt, 18-ba született, tehát majdnem 100 évet élt. Ő volt az egyetlen, aki csak úgy volt hajlandó bemenni a német tévébe, hogy cigizhet. Senki, de ő láncigis volt. Tehát egyik cigiről gyűjtött a másikra. És a Pali 90 fölött élőadásban megkapta a kérdést, soha nem felejtem el, hazudhat-e egy kancellár, hazudhat-e egy politikus. Schmidt válasza, soha nem hazudhat, csak nem mondja ki az igazat. Állatira tetszett. Egy megjegyzés. Adenauert egyszer megkérdezték, és azt mondta Adenauer, hogy 3 dolgot nem szabad komolyan venni. Amit a férje a feleségének mond, amit a vadász a vadászat után mesél, és amit a politikus a választási harcba ígér. Pont. Ott tartottunk, hogy megbukik Schmidt, és jön Kohl. Láttam, hogy ön jegyzett el. Kohl megírta a visszaemlékezését. Aki teheti, vegye meg, megjelent magyarul. Helmut Kohl a berlini fal leomlásától a német újraegyesítésig. Csodálatos a könyv. Csak olyan könyveket mondok, amelyek tényleg brilliáns jók. Kohl megbukik nagyon csúnyán. Ha kérdeznek, belemegyünk. Kohl állandóan azt kéri, hogy hagyj jöjjön Magyarországra előadást tartani. Hihetetlen, nem tud beszélni szegény, elesett, nyomorék, felesége tolmácsolja a szavait, ezek nagyon nehéz kérdések. Kohl után jön Schröder, megbukik, majd jön a mai kancellár Merkel. A 12 évéből 10 év siker, és mellé nyúl a migráns kérdéssel. Merkelnek van 2 alapkoncepciója, az egyik. Nincs felső határ. Hát ez baromi nehéz értékelni. Németül az Obergrenze, és a másik, hogy Isten hozott Willkommen, Willkommenskultur. Tavaly Németországban 5 tartományi választás volt. Merkel mind az 5-öt elvesztette. Ezt rajtam kívül elég kevesen merték kimondani, mondták, hogy a helyzet változott. Nem. 5-ből 5-öt elvesztett. Idén 3-ból 3-ot megnyert. Ebből a számomra a legérdekesebb, és én hétfő reggel ebből voltam a tévében, meg a Kossuth rádióban, a most vasárnapi legnépesebb tartomány Észak-Rajna-Vesztfália. Jelezni szeretném, hogy 3 héttel ezelőtt biztos győzelemre álltak a szociáldemokraták Hannelore Kraft vezetésével. A hölgy 51-ben született, tehát 66 éves, megbukott. Új helyzet van. Boldog lennék, ha ilyenekről kérdeznének, boldogan elmondom a véleményem. Én ezekről rengeteget publikálok. Én nagyon szeretem a németeket. Volt olyan név, hogy 50-60-szor voltam kint előadást tartani, konferenciát tartani, baromi jól éreztem magam mindig. Merkel váltott. Most azt mondja, hogy a határt ellenőrizni kell, és a gazdasági migránsokat vissza kell küldeni. Mi a probléma? Hogy akit vissza akarok küldeni, 50% másnapra eltűnik. Én ezt jelezni szeretném.
A csúcs a migránsoknál 15 volt, 2015. Bejött Németországba X migráns, nem tudjuk mennyi, 1,1 millió fő. Mi a probléma? A Német Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke, úgy hívják, egy baromi értelmes pali, hogy Hans-Georg Maaßen, körülbelül 2 hetente közé teszik, hogy mennyi a migránsok közül a terrorista. Boldogan válaszolok bármire. Tehát a Maaßen azt mondta, hogy amíg napi 3000 ember jön be Németországba, nem tudjuk ellenőrizni őket. És ez volt az a történelmi pillanat, amikor Európa jogszabályokat hozott. Megállok. Én járom a világot, egy fél éven belül 2-szer voltam Svédországban, az első az volt, hogy minden nap másik városba kellett előadást tartanom, és akkor azt mondták nekem, hogy Svédországban 32 no-go zóna van. Most kim voltam, találkoztam a svéd külügyminiszter helyettessel, és megkérdeztem tőle, megvan-e még a 32 no-go zóna? Azt mondta, hogy nincs, már több mint 50 van. Zárójel. Nekem baromi érdekes volt Svédországban két dolog. Egy, a migráns nem hajlandó Stockholmtól északra menni, mert ott hideg van. Én ezeket nem tudom fölfogni. Kettő, a svédek és a norvégok mindig közlik, hogy nekik két sikeres integrációjuk volt. Sikeresen integrálták 1956-ban a magyarokat és 1968-ban a csehszlovákokat. Erre én mindig azt mondom, hogy ez valószínűleg így van. De ez ugyanabból a kultúrkörből jött. Én beszéltem kint olyan 56-os magyarokkal, aki azt mondta, hogy ő egyetemi tanár ma vécipucolással kezdte. És innen ment lépésről lépésre fel. Baromi érdekes. Ausztria. Mi az osztrák álláspont? Hát 2 évvel ezelőtt most éppen kormányválság van. Én tanácsadó vagyok az osztrák kormány mellett, ha kérdeznek, bármire válaszolok. Hát 2 évvel ezelőtt a osztrákok közölték, hogy fasiszták vagyunk, mert kerítést építünk. Jó. Pár hónappal ezelőtt a osztrákok megépítették ugyanezt a kerítést, de ő nem mondja ki azt a szót, hogy kerítést, ő azt mondja, hogy szárnyas kapu. A szárny az 30 méter hosszú, hát egy hosszú szárnyas kapu. Hihetetlen érdekes a osztrák álláspont. Következő. Mit mondanak az osztrákok? Befogadok migránst, de évről évre kevesebbet. Az első évben hajlandóiok befogadni 37.500-at. Mit mondott erre Berlin? Hogy mi van akkor, ha az 501. migráns politikai menekült? Bécs, megismétlem, 37.500. Mit mondtak most pár héttel ezelőtt a védelmi és belügyminiszterek bécsi találkozóján az osztrákok? Állatérdekes volt. Adnak pénzt. Védjük meg Európát a schengeni határoknál, mondom magyarul, a görög-török határon. Nagyon örülnék, ha rákérdeznének országbontásra, boldogan rátérek. Ha ez nem megy, akkor védjük meg a görög-macedón határon. Ha ez sem megy, akkor a macedón-szerb határon. Ha ez sem megy, a szerb-magyar határon, és ha ez sem megy, akkor ők megvédik Európát a osztrák határon. Hát ha ez 2 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy ez lesz, a osztrákok kiugranak a bőrükből. Jelezni szeretném. Ennyit változott a világ. Vissza a németekhez. Hát nagyon érdekes volt, olvasom mindig a német intézetek anyagait. A német intézetek 2-3-4 évvel ezelőtt leírták, hogy csodálatos a migráns, integráljuk, olcsó munkaerő, stb. Nagyon szemét leszek, elmondtam már a tévébe. 15-be bejött Németországba 1,1 millió migráns. Mit tetszene gondolni eddig? Hány ember vállalt közülük munkát? 50, ez a hivatalos német adat. Ezrelékben nem tudom kifejezni, hogy mennyi. Ki tudom, 0, mit tudom, hogy mennyi. Itt tartunk. Új helyzet van. Ma a német álláspont is az, hogy ezzel a migráns tömeggel nem tudok mit kezdeni. A migránsok két vonalon szeretnének bejönni Európába. Az egyik a török vonal, és nagyon csúnyát mondok. Győzött Erdogan, hogy győzött, én erről boldogan tartok előadást. Az amerikaiak és az oroszok azonnal gratuláltak. Az amerikaiak azonnal meghívták az USA-ba. Európa elkezdett fanyalogni, hogy nagyon komoly problémák vannak Erdogan moráljával. A politika és a morál, ez egy nagyon nehéz dolog. Jelzem, sem az amerikaiakat, sem az oroszokat nem érdekelte a török morális kérdés. Nagyon örülnének, ha kérdeznének. Picit a törökökről, aztán a stratégiáról. Egy. Mit mondanak a törökök?
hogy aki diplomás, az nem hagyhatja el Törökországot. Jelezni szeretném. Mit mondanak a törökök? Baromi szimpatikus, hogy azokat küldjük Európába, akik a legjobban rászorulnak. Hát ez gyönyörű mondat. Fordítsuk magyarra. A skandináv térségbe küldték a fogyatékosokat. Ők szorulnak rá legjobban? Igen. Luxemburgba pedig küldtek egy csoport afrikai analfabétát. Én nem tudom, hogy önök hányszor jártak Luxemburgba, én nekem volt szerencsém életemben arra is járni. Három nyelven beszél mindenki. Európa talán leggazdagabb országa. Egy afrikai analfabétával lehetetlen mit kezdeni. Pont vége. Mi a török koncepció? Törökországnak három térségi célja van. Egy. Nem jöhet létre kurd állam. Én jelezni szeretném, hogy a kurdok a világ egyik legnagyobb kisebbsége. A valóságban senki nem akar kurd államot. Boldog lennék, ha kérdeznek. Második török cél. Szíriában jöjjön létre egy török barát szunita kormány. Ebben a percben ütközik az orosz állásponttal, majd meglátjuk, hogy egymás közt hogy tisztázzák. A harmadik török cél, hogy Kínomba fölépek az iszlám állam ellen. Én az iszlám államról nem akarok beszélni. Egy megjegyzés. Úgy számolunk, hogy pár hónap múlva az iszlám államot föl fogják számolni. De az ott lévő harcosok fele meg fog halni, a másik fele szét fog szélegni a világba, és terrorcselekmények tömegét fogják végrehajtani. Pont. Mit mondott török miniszterelnök? A Davutoglu, hogy a mai török politikára két dolog volt óriási hatással. Az egyik, a Szovjetunió bomlási folyamata és a Szovjetunió déli részén létrejövő muzulmán államok, amelyek Törökországtól vártak segítséget. A másik, a boszniai háború, ahol a törökök rájöttek arra, hogy Európában kettős morál van, és hagyják a muzulmánokat legyilkolni, Srebrenica, Gorazdje, boszniai háború. Hihetetlen érdekes a török logika. A törökök ma is előveszik, hogy stratégiai hibát követtek el, hogy a II. Világháború végén hagyták, hogy az Égei-tenger szigeteit a törökök kapják meg. Ez egy teljesen más előadás lenne. Jelzem. Mi a török Európa politika lényege? Egy. Pénzt kérünk a migránsokért. Megállapodtunk, kapnak évi 3 milliárd eurót. Mi a probléma? Nem adjuk oda a pénzt. Én jelezni szeretném, hogy tavaly a 3 milliárd euró helyett kaptak 800 milliót. Ez kevesebb, mint 30%. A második török Európa politikai cél, hogy törőjük el a vízumot. A harmadik, hogy 2022-23 körül vegyük fel őket az Európai Unióba. Hihetetlen érdekes. Ennek ma semmifajta realitása nincs, 2022 baromi messze van, meglátjuk, hogy mi lesz. Én egy nagyon furcsa mondatot hagymélyek. Ami az USA-ba történik, az pár éven belül begyűrűzik Európába. Mi erről beszélgettünk vacsora közben. Jelezni szeretném, hogy én biztos vagyok benne, hogy az európai politika rövid és középtávon meg fog változni. Néhány megjegyzés. Egy. Brexit. Kérem, a Cameron végszambázta Európát és minden európai országba kedvezményeket sikart ki. Közölte, hogy népszavazást irat készen megnyeri, majd megbukott. Én a népszavazás utáni reggelen, hétfő reggel voltam Brüsszelben, és megdöbbentett az, hogy Brüsszelnek nem volt B stratégiája. Hihetetlen volt számomra. És beszéljünk őszintén azzal, hogy Brexit van, azzal, hogy a britek kilépnek, Európa rendkívüli mértékben meggyengült. Nem merjük kimondani. Nagy-Britannia atomhatalom, biztonsági tanács állandó tagja és az öt szem egyetlen európai tagja megkapja az amerikai műholdas hírszerzés adatait. Mi? Nem. A franciák és a németek be akartak szállni az öt szembe, kiröhögték őket. Második. Jelezni szeretném, választás van Franciaországban. Aki elnök lett, a Macron, egy évvel ezelőtt hozott létre mozgalmat. Mit jelent a francia választás? Hogy a hagyományos pártok történelmi vereséget szenvedtek el. Ausztria, soron kívüli választás ősszel. Németország, szeptember 24 választás. Jelezni szeretném, hogy ma Magyarországnak Merkel minden probléma ellenére sokkal jobb, mint Schulz. Schulz kiváló szónok, a Schulz effektus véget ért, öt nyelven beszél.
de nincs kidolgozott programja, és én mindig elmondom, és lehet mondani, hogy szemét vagyok, hogy 8 általánosa van. És az a véleményem, hogy a 21. században Európa vezető hatalmát nem vezetheti valaki 8 általánossal. Lehet vitatkozni. Jelenleg a németek ugyanezt érzik. Pont. Tele van minden szóviccekkel a Schulzról, már ha valakit érdekel, mondom németül, de új helyzet van. Választás jön Olaszországba, választás jön majd most a briteknél. Ettől kezdve új európai helyzet lesz. Pont. Megnézem, mennyi időt használtam el. Többet, mint amit kértem. 5 percet kérek még, ha lehet. Jó? Köszönöm. Tehát néhány megjegyzéssel befejezném. Egy. Onnan indultunk, hogy a migráns és ember. Egyetértek. De nem tudjuk kiszűrni, hogy ki közülük a terrorista. 2. Én jelezni szeretném, hogy Belgiumban a belga hivatalos politika az volt, hogy a migránsnak lehet fegyvere, lehet lőszere, kereskedhet kábítószerrel. Ilyen nem megyek be hozzá, hagy aludjon nyugodtan, csak egyet kérek, Belgiumban ne legyen merénylet. A brüsszeli merénylet után a belga politika megváltozott. Következő. Körülbelül 2 évvel ezelőtt a nyugat-európai országok zárt anyagba közé tették, hogy mi a valós helyzet a migránsokról. Nem merték nyílt anyagba közé tenni, hogy attól függ, milyen bűncselekmény a belga börtönökbe és a francia börtönökbe 80-95% a migránsok aránya. Következő megjegyzés. Én jelezni szeretném, hogy Franciaországban eddig a terrormerényletek döntő részét olyanok hajtották végre, akik második, harmadik, negyedik generáció óta ott élnek, mert nem tudtak és nem akartak integrálódni. Bármelyik mondatomról lehetne egy előadást tartani. Tehát nagyon érdekes ma a helyzet, és jelezni szeretném, hogy itt évek óta arról folyik a vita, hogy osszuk szét a 160 ezer Olaszországban lévő migránst. Csodás! De a 160 ezerből alig több mint 10%-ot tudott Európa szétosztani. Mert nem kellettek a migránsok. És ez nem a korábbi német álláspont, hogy elhozom a színe javát nyugatról. Én nem akarok szemét tenni jelzel. Van az a kifejezés, hogy Brandon a jelszívás. A legtöbb agyat a németek és a nyugat-európaiak a szegény balkáni országokból vitték el. Ez baromi könnyű, hogy mit tudom, Boszniába kiképzem az orvost, az pedig 8-szoros pénzi átmegy Németországba. Itt tartunk. Én egyet kérek szépen, köszönöm szépen képviselőnek, hogy meghívtál, köszönöm szépen a finom ebédet, iszonyú jó volt, amióta életfogyó kurázom, ezt ma este feladtam. Tehát én azt kérem önöktől, hogy válaszolják meg, legyenek szívesek azt a kérdőívet, amit kaptak, hogy segítsék a magyar kormány munkáját, mert nem egyszerűek a magyar pozíciók Brüsszelbe. Én ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, nem tudom, hogy elnök össze vagy kérdezt felelek, ahogy nekem mindegy. Bárkinek bármilyen kérdése van, én nagyon szívesen válaszolok, enyém a kül- és biztonságpolitika, többihez nem értek, tehát én azt is szeretném hagyni. Ezt a csajt sajnálom, hogy nem mondott nevet a srác, hogy 19 éve randevúztak, mert a csinos lett volna, megkeresem, de így ezt a mai e-mailt nem tudom teljesíteni. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Amikor kész vagyunk, nekem lesz egy laza 3 órás után Pestig. 6 előadást vállaltam el, ez a negyedik. Tegnap voltam Salgótarjánban, a másik 2 az egyszerű, mert az Budapest és Vác, a Budapest-Vác az 34 kilométer. És én most halljuk először az önök városába, csodálatos szép, amit láttam belőle, és egy hülyeséget hagyj mondjak el magamról, kb. Fél évvel ezelőtt meghívtak Békés Csabára és Gyulára, Békés Csabán kolbásszal fogadtak, és azzal kezdtem a Békés Csabai előadást, hogy csodálatos a gyulai kolbász. Hát ettől kezdve mondhattam én, amit akartam biztonságpolitikáról. Ez kb. Olyan, hogy az egyik magyar legismertebb énekest Coca-Cola fizette, és kiállt részeket, és mondta, hogy ilyen a Pepsi-Cola. Szóval ezek nehéz dolgok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Köszönöm. És akkor kérdezz felelek.